Zuglóért emlékérmet vehetett át nemrég, Zugló születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen dr. Puster Bernadett, az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola igazgatónője, ő a vendégünk. Úgy tudom, hogy ön tőzsgyökeres zuglói, itt él, itt dolgozik. Mi, a kedvenc helye például zuglóban? <laughs> Én nagyon-nagyon szeretem ZUGLÓ, de mindenkit tisztelettel köszöntöm a ZUGLÓ tévő nézőit. Pályámat itt kezdtem ZUGLÓban, én már 30 éve, és nem tudnék kedvenc helyet mondani, hiszen bármerre járok, mindenhova kötnek emlékek, ezért én azt gondolom, hogy egész ZUGLÓt úgy szeretem, ahogy van. Úgy tudom, hogy az iskola, amelyet vezet, az korábban, mielőtt a civilház erre alkalmassá vált volna, nagyon sokat tett a helyi zuglói közösségek, civil szervezetek munkájáért, az ő indulásuk, működésük segítéséért. Pontosan mi is történt ekkor? Igen, én szerencsés helyzetben vagyok, egy összetett iskolát vezetek két intézmény típusa, általános iskola és gimnázium, így nagyon-nagyon sok szülővel, illetve cívél, szülőkön keresztül is civil szervezetekkel tartottuk a kapcsolatot, és én mindig büszke voltam arra, hogy iskolánk nagyon nyitott. Tehát nem egy zárt közösségként működik, hanem igyekszik meghatározó tényezője lenni akár szűkebb közösségünknek, Rákosfalvának. És annak idején, amikor a civil szervezetek indultak, egyáltalán a civil mozgalmak elindultak, nem volt egy stabil helyük. Ezért mi ilyen nagyon befogadó iskolaként nem csak helyszínt biztosítottunk az ő rendezvényeiknek, hanem igyekeztünk például nyugdíjas kluboknak műsort adni advent idején, különböző rendezvényeket szervezni. És ezáltal én azt gondolom, hogy a, a gyerekek is sokkal nyitottabbá váltak, tehát akkor még nem volt közösségi szolgálat, de a mi tanítványaink már akkor is igyekeztek jó kapcsolatot ápolni, akár az idősekkel, akár a sportszervezetekkel. Tehát, aki megkeresett minket, mi mindig nyitottak voltunk és biztosítottuk a helyszín. Kapcsolatban vannak esetleg ezekkel a tanítványokkal, akik később bekapcsolódtak valamilyen közéleti munkában, manapság. Vannak visszajáró tanítványaink, például itt Rákosfalván is az egyik önkormányzati képviselő volt tanítványunk, és nagyon-nagyon lelkesen jön vissza rendezvényeinkre, rendezvényünk, Hevér Györgynek hívják, és tényleg sokat tesz a mai napig az iskolánkért. De én úgy gondolom, hogy nem, ráadásul nem csak kerületi szinten, hanem annak idején, amikor még nem is volt közösségi szolgálat, az ötös a VB-nek Budapest volt a szervezője, és akkor mi Rátonyi Gábor felkérésére biztosítottuk az önkénteseket a VB-n. És amikor annak idején az úszó döntő előtt az úszodakiukat, akkor a mi tanítványaink hordták oda a homokzsákokat, úgyhogy másnap tulajdonképpen az úszóverseny verseny döntőjén semmi nem látszott abból, hogy ott technikai probléma lenne. Hát sportversenyek előtt most is áll a, a főváros, persze nem tudom, hogy ezen belül Zuglónak van-e valami kiemelt szerepe, esetleg megkeresték már ezzel kapcsolatban? Ö, nem, mostanában nem, de ha megkeresnek, nyitottak vagyunk természetesen, mert hogy nálunk egyaránt fontos minden, tehát nem csak a sporttevékenysége a gyerekeknek, hanem a művészeti tevékenység. Tehát a mindennapos tanulás, oktatónevelő munka mellett azért igyekszünk olyan szabadidős tevékenységeket is biztosítani, hogy komplex módon fejlődjön az ő testi lelki egészségük. És mint egy gimnázium és általános iskola igazgatónőjének most mi? Mik a legfontosabb gondjai, milyen feladatok előtt áll? Én nem beszélnénk gondokról, tehát én alapvetően egy nagyon pozitív szemléletű ember vagyok, és mindig igyekszem a, a szűke vagy tágabb környezet kínálta lehetőségeket az intézményi igényekkel összhangba hozni. Tehát nagyon egyszerűen azt mondhatnám, hogy mindig igyekszem az intézményemnek a lehető legjobbat kihozni. Most jelenleg nagyon-nagyon sok programunk van, tehát a, a mindennapi tevékenység az, az úgymond elfeledteti azt, hogy gondok is lennének, hiszen zajlanak a nyílt napok, nemrég volt egy őszi családi rendezvényünk az alsó tagozatban, ezek a, a programok, rendezvények olyan uh, motiváló elővel töltik fel a pedagógusokat, illetve a vezetőt is, tehát olyan pozitív visszajelzések jönnek akár a gyerekek, akár a szülők részéről, hogy egy pillanat alatt elfelejtjük, hogy egyébként mennyi munkánk volt ezzel. Ugyanígy most nyitottan levelező versenyeket hirdettük meg a környező óvodáknak, tehát zajlik a feladatlapok kiosztása és átvétele. A középiskolában is most uh, hirdetjük a jövő évi. Uh, profilunkat, úgymond a kerület általános iskoláinak, tehát ott is nyílt napokat szervezünk, de természetesen közeledik október 23-ának méltó megünneplése, és egyéb olyan sok-sok program, ami, ami szerintem eltereli a gondokról a, a figyelmünket. Úgy tudom, hogy ez az év gazdag volt másfajta elismerésekben is. Igen, nagyon nagy megtiszteltetésért a pedagógus napon, hiszen német László díjat vehettem át a gyermek testi lelki személyiségfejlődésének, vagy személyiségfejlődésében való közbenjárásom miatt. Én csak közbenjárásnak mondom, hiszen nem közvetlen, tehát nem sok órában tanítom a gyermekeket, de vezetőként nyilván minden célom ez irányba megy. Korábban az iskola is kapott elismerést. Igen, büszkék vagyunk rá. Tehát én azt gondolom, hogy a szűkebb környezetben valóban beágyazott az intézményünk, mert 2007-ben megkaptuk az uglóért emlékérmet, akkor intézményként vehettem át nagyon büszkén, illetve négy évvel ezelőtt megkaptuk a jubileumi emlékérmet, és idén is jubileumi tanévet ünnepel az iskolánk, 145. évet kezdtük, és vannak olyan terveink, hogy tavasszal ezt a születésnapot, Kivisszük egy picit az intézményből. Tehát hirdettünk kerületi iskoláknak történelmi versenyeket, rajzpályázatot, és szeretnénk egy kicsit Rákos falvával együtt ünnepelni. Zugló televízió nézőiben is gratulálok az elismeréshez. Köszönjük szépen, hogy eljött és megosztotta velünk gondolatait. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és ezúton is nagyon-nagyon szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, hogy elismerte a munkámat. Én úgy gondolom, hogy ez a, a lelkemnek egy akkora motivációs erőt fog adni, hogy a szürke hétköznapokat még inkább is lelkesedéssel végzem, és egy nagyobb teljesítményre, vagy még nagyobb teljesítményre sarkal. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nagyon szívesen, máskor is. Köszönöm szépen.